A jelenlegi kormány első lépései között döntött úgy, hogy átvállalja az önkormányzatok adósságterheit, jelentős segítséget nyújtva ezzel a városoknak, falvaknak. Szintén ekkor hozták nyilvánosságra, hogy azon települések, amelyek nem halmoztak fel adósságot, más módon lesznek jutalmazva a munkájukért. A lakosok száma után járó támogatást kettő részletben kapják meg a települések, az első részlethez 2014-ben jutottak hozzá, míg a másodikat ezekben a napokban ítélték oda. A tudnivalókról Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztató keretében számolt be, ahol elmondta, a támogatásból az érintett önkormányzatok el tudják végezni azon fejlesztéseket, melyekre korábban nem volt lehetőségük. Újabb körben újra közel 450 millió forintos támogatást kap ez a 11 település, tehát ebben a két-három esztendőben közel 1 milliárd forintos fejlesztési támogatást, amellyel újra az egyébként számukra fontos fejlesztéseket, óvodabővítést, járdafelújítást, útfelújítást, fűtéskorszerűsítést, van olyan település, ahol idősek otthonát fognak építeni, tehát el tudják végezni azokat a munkálatokat, amik számukra fontos, kormányzati támogatás. Én azt gondolom, hogy ez példa nélküli, hogy ez a 11 település, ez 2-3 év alatt közel 1 milliárd forintos fejlesztési támogatásban részesül. A második körben összesen 11 térségi település kapott támogatást. A legtöbb pénz Sükösdre és Vaskútra kerül, mindkét önkormányzat közel 112 millió forintra számíthat. 44 millió jutott Nagybaracskára, Dávodra és Hercegszántóra, de a többiek is bátran tervezhetnek a következő időszakban. Az elnyert támogatásból a különböző településeken intézményeket újíthatnak fel, a jelenlegieket bővíthetik, vagy éppen út- és járdaépítésre használhatják fel az összeget. A tartozással nem rendelkező, mintegy 1200 magyarországi önkormányzat 2014 óta összesen mintegy 43 milliárd forint támogatásban részesült.